A Tolna megyei szakképzési centrum iskolái és a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara együttműködése folyamatos. Ebben a szekszárdi Ady Endre technikum kiemelt szerepet tölt be, többek között a mérete és a szakma választéka miatt, mondja Juhász Gábor, az intézmény igazgatója. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy a kamarával jó legyen az együttműködés, már csak azért is, mert a piaci igényeket a kamarán keresztül tudjuk a legjobban érzékelni. Most ugye a jogszabályi változások alapján azt láthatjuk, hogy a szakmák művelőinek a szakképzettséghez való kötése az megerősödik, tehát igazándiból a korábbi szakmák, amik beépültek egy-egy másikba, például a burkoló szakma is, amely a könyvesnek sokáig része volt, sokáig nem volt része, aztán volt könyves és idegburkoló, nagyon sokféle felállásban láttuk már. Most a burkoló szakma ugye most már évek óta él, és ahhoz, hogy valaki burkoló tevékenységet végezzen, az 2023. december végétől neki erről bizonyítvánnyal kell rendelkezni. Tehát azok a cégek, amelyek nem rendelkeznek képzett szakemberrel, azok nem végezhetik ezt a tevékenységet a jövőben. Vagyis azok az emberek, akik ezt évek óta művelik, azoknak szakmai végzettséget kell szerezni, ehhez mi a kamarával együttműködésben nagyon jó lehetőséget tudunk kínálni. A burkoló képzés a felnőttek oktatásának keretében tud működni, akár úgy is, hogy a cég a saját dolgozóit tudja végzettséghez juttatni, munkaviszony mellett, munka mellett. Ennek többféle formája is van, de az biztos, hogy a cég, illetve az iskola is előnyöket élvez ebben a képzésben. A cégnek két óriási előnye lehet abból, hogy ő a saját emberét szakképzettséghez juttatja. Maga az egyik előny az, hogy szakképzett szakemberrel fog majd a későbben tudni dolgozni, illetve rendelkezni. Ezáltal megnőnek a jogosítványa is természetesen, illetve hát a piaci részesedését tudja majd növelni. A másik pedig az, hogy amíg a képzés tart, addig a képzés alatt állami segítséget tud kapni a finanszírozásához. Tehát a magának a dolgozónak nem kerül anyagi ellenszolgáltatásába, az, hogy részt vesz a képzésen, a cég viszont támogatást kap hozzá. Tehát mindenki jól járhat ebben a dologban, azt gondolom, szakképzett munkaerő lesz a cégnél, illetve ez nem kerül nagy költségébe a cégnek. A támogatás mértéke a minimálbér összegéhez van kötve. Gyakorlatilag ennek a mértékéig lehet a támogatást igénybe venni. Igazániból könyvelők ezt sokkal pontosabban tudják természetesen. Az biztos, hogy ilyenkor a dolgozónak a munkaszerződése módosulhat. Olyan mértékben módosul, hogy annak egy részét, amit a szakképzési munkaszerződés keretein belül a dolgozó meg tud kapni az állami finanszírozás által, azt a cégnek már nem kell megteremtenie, mint anyagi hátteret. Ezáltal a dolgozóra vetített anyagi teher a cégben mindenképpen csökkenni tud. Ezt a cégek általában kétféleképpen szokták felhasználni, eddigi tapasztalat alapján, vagy a dolgozó magasabb bérhez tud jutni ezáltal, vagy pedig a cégnek kisebb az anyagi terhe a dolgozó bérének változatlan hagyása mellett. A felnőttek oktatása ugye a szakmai edzék szerinti szakmák megjelenésével egy egészen új irányt vett a kamarával, illetve a cégekkel együttműködésnek a tekintetében. Nyilván a kamara látja az igényeket, a kamara jelen pillanatban jelentkeztet is a burkoló szakmára leendő szakembereket. Az iskolának a feladata nyilván az lesz, hogy ezeket a szakembereket kiképezze. Nyilván meg kell majd azt vizsgálni, hogy a jelentkezőnek milyen kompetenciái vannak, milyen előképzettsége, milyen bizonyítványa, milyen tudása. Ezekre megvannak a lehetőségeink, hiszen vannak validált tesztek, vannak bemeneti feladatok, vannak bizonyítványok. Ezeket figyelembe véve tudjuk megmondani a képzésnek az idejét pontosan, hogy mennyi idő alatt lehet kiképezni felnőttek oktatásában ezt a szakmát. Az egy év látszik a reálisnak egyelőre, hogyha az előzetes tudást, bizonyítványokat nagyon nem tudjuk beszámítani. Hogyha egy év alatt ez megoldható, akkor azt gondolom, hogy teljesen reális időtartam a 23. december végi bizonyítvány szerzéshez. Ez mindenkinek jó lehet. Nyilván akinek vannak könnyebbséget adó lehetőségei, mert könyves szakmája, szakmai gyakorlat, stb., akkor a képzés rövidített időben is meg tudja csinálni. Vagy az intenzitásán lehet csökkenteni, vagy például a képzésnek az időtartamán lehet csökkenteni. A felnőttek oktatását a tanév rendjétől függetlenül bármikor el lehet kezdeni, mondja az igazgató. Hogyha egy csoport létszám összegyűlik, akkor nincsen olyan akadály, hogy meg kell várni egy fél évet vagy egy tanévkezdést. Ez októberben, novemberben bármikor indulhat. Nyilván a célunk az, hogy az egy évbe beleférjünk, tehát az októberi indítás az a realitása ennek a dolognak. Ha jól emlékszem, akkor a kamara jelentkeztetése is szeptember végéig van meghirdetve, tehát addig össze fognak gyűlni azok a szakemberek, akiknek a képzését meg kell majd valósítani.